bóra. Azaz. Na he. Szia, Nikó! Szavasz! Azt nézze meg, hogy itt csúszik a beszélt. Akkor nézi a kamerába és beszélj, mondja valamit. Egy kettő. Jó. Srácok, ez itt Nikó, skolzó.hu. Majdnem éjfél van, de van egy kis időm, úgyhogy tolom tovább a nyert automatát. Itt van velem Zsigi. Sziasztok! És Danon. Ő a PC lúzi. Az előző játékot ott hagytuk abba, hogy jött valami miniposz ellenünk. Összeállt mindenféle robotokból. De kellettük csappongatni. És visszaszaladtunk a lázadók bázisára. Bepakolni cuccokat. Látjátok, itt upgrade-eltem már mindenféle kardokat. Gyorsítószereket, speedet, extazit. Ami kell a karakternek. És... kaptam egy questet. Itt van Ni. Meg kell találnunk eltűnt szövetségeseket. Ja igen, illetve kaptunk egy szabát is, mert ilyen faszák voltunk. Ahol le tud feküdni az androidunk. Az android nem tudom minek kell feküdni, de... ez fekszik. Na nézzük kifele a francba. Na megnézzük az új fegyókat. Hogy mit írnek? Na, nem rossz. Karakterem ma úgy fut, mint a nyúl basz. Nem is venni, hogy ez egy hack and slash JRPG. Az ex-devil még teljesen csinálták. Túl sokat én is nem tudok mondani róla, mivel még most játszok a másodszor. Ez majd szépen kiderül. Az első benyomások azok elég pozitívak. Már nem mindenkinek, de nekem azok. Zsig ugye lehúzta a francba. Nem az én műfajom. De szerintem ez egy nem rossz játék, sőt. Meglátjuk, hogy mit mutat. Nem olyan volt idő vele játszani, mert mindenki tolta a Starcraftot már, vazd meg.
Star Wars-t harcoltuk az űrbe egyfolytába. De sajnos a bétának vége szakadt. Na, jó van itt. So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Kisgyerek ugye meg van lepődve, hogy a robotok között hogy tudott megjelenni egy hozzánk hasonló android. Ugye itt levertünk az első részben. Hát ezt mi se tudjuk. Ezt próbáljuk meg most kideríteni. Na jó, van itt. Tudtam, hogy lesz a végében valami. Ez egy jó pont, a létre gyorsabban is tud mászni, nem kell végigvárni, amíg baszakodik. Nincs itt semmi, ezért jöttem ide felbázni. Na. Találtam egy jó kis láncsát. Ezért vette meg a kardot. Virtuous Dignity! Be is teszem, mire jó ez. Most mászunk vissza. Tudod, szarnak. Nem elég gyors. Na, mindjárt tisztelik valaki. Nincs egy kurva ellenfél, se közelbe bazd. Mi a fasz? Amusement Park. Na, megérkeztünk valami parkba, nem tudom, hogy egy francba jött az egész játékba bele, de... What are those? What the? Wow, this is weird. Idióta robotok, baszki, hallott. Vidám park közepén. Egyből szintet léptem. Egy olyan chipet, ami mutatja, hogy mennyi XP-t kapok a robotoktól. Egy elég hasznos kis cucc. Mert így gyakorlatilag lehet látni, hogy mikor fog szintet lépni. Fel tudom mérni, hogy melyik robotból mennyi XP jön. Viszont foglalja helyet a többi tápolós chip mellől, de szerintem megéri berakni. Hogy vagy te ezzel?
Jó. Gran Turismo-ról mondja inkább valamit, mennyire tetszik? Hát, figyelj, F1 után azt mondom, hogy F1 a autó sportok királya. Gran Turismo vagy Porsche, amit most várok, inkább a Need for Speed. Nem lett jó. Nekem nem tetszik. A PlayStation nem basz ki az a izi, adja úristen autós játék pedig. Nem így lassú. Hát jó. Szvágod elkezdett köpdösni, sokan meg fognak utálni. Ez ugye olyan, mint a God of War. Vagyunk egyformák. Hát jó. Ugye olyan, mint a God of War, hogyha azt is köpdösöd, akkor egyből nyakad buklanak. Nem, a God of War, ez jó. Ez is csak lehet azért nem tetszik, mert még így nem tudom, hogy elsőre így... Nem tudom, nagyon beteg az egész. Aztán lehet, hogy később, hogy nézegetem, majd szimpatikus lesz, de így egyelőre nem kezdenék bele. Hát mondjuk az ilyen JRPG-ket alapból se szeretett, tehát... Nem is játszott a játékokon soha. Majd azt a láncsát hagyjuk a faszba, az nem érett forintot se. Ez lesz a jó irányítás, baszkál volt állítva. Gitárra rákötöttem tegnap. Aztán ott nincs hátsó kar. Muszáj volt setupolni. Elég érdekes a játék így első romó. Éppen Piaka PR átírt itt a cseten, hogy greetings from Poland, lengyel, magyar két jó barát együtt harcol, sisz barát. Hello, hello! Köszi! Nem tudok sajnos legyerülni. Hogy írunk vissza neki? Hogy angolul, hogy máshogy. Thank you very much. Fúnta, de jól várod az angolt, baszki. Na, ha valami lesz már itt, remélem. Én ne jöttem be az. Arra leszek amúgy visszatérve, hogy a Star Wars-ra kapcsolatban kíváncsi, hogy a Destiny 2 mennyire fog visszaesni, hogyha kijön az ilyen Star Wars 2. Ja, aztán én is kíváncsi vagyok, fiaja, meg ugye, hogyha kijön a Star Wars is. Szerintem nagyon oda fog neki baszni. Igen. Biztos vagyok benne. Már most behozták az Iron Banner-t, ahogy néztem. Ez a PvP meccsor tud szedni PvP armorokat össze. És ugye a legpopulárisabb sztályt nyomják most a kontrollt. Aztán nagyon szokták elpuffongatni. Hát Destiny 2-ben van valami ilyen űrhajós, lövöldözős téma? Van valami benne? Nincs. Nincs? Semmi. Szerintem most nekik az van, hogy kurva sokan megvették.
nagyon-nagyon sokan bejöttek, ezt fel is hype-olták egy millióan, mit tudom hányan nézik. Igen. Aztán most így bejött az a Star Wars, vagy a Véda. Szerintem baszottól visszaestek nekik a számok. Nagy aggottól nincs semmi új a játékba ért. És ezt nem tudom, hogy fogják lekezelni hosszú távon. Sehogy. Ja, majd megnézzük megjelenéskor, hogy hogy mi lesz, a közönség mit választ. Hát most ott csináltunk egy olyan felmérést. Ja. És a felmérés alapján mindenki a Star Wars-ot választottam. Ja, igen. Ja, tényleg. Mindjárt meg is nézem, hogy mennyien szavaztak rá. Nem olyan sokan, talán 100-on, de majd a csoportban is meghirdetjük, hogy ez a page-en van. De ebből az eléggé fel lehet mérni, hogy this gate is going to open. Maybe there's another way around. No, de közben meg nem tudok bemenni a palotába, bazd meg. És ez szerintem a Kingdom Hearts palota. A 100%. Van a szív a közepén. Ja, mennyi? 75-en szavaztak, abból 57-en a Battlefront 2-re szavaztak. És csak 18-an. És csak 18-an szavaztak a Destiny 2-re. De ez lehet annak is, hogy hogy újabb Battlefront. Újabb. Figyelj, azt nézed, sokkal több fajta játékmód van benne. De tudsz mindenhol harcolgatni össze-vissza. Viszont amit mondtatok, ez a lehúzás téma. Ez nem biztos, hogy túlságosan jól veszi majd ki magát. Dobbontokat mi kell fészni a dobozokat. Ja, hát szerintem mondom, az lesz neki Pay to Win. Pay to Win lesz az egész, nem tudom mennyire van meg az egyensúly, meg hogy majd jönnek a patchek, mennyire nyúlnak majd hozzá a dolgokhoz, mert biztos lesz ilyen. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Ugye a pay to win az azt jelenti, hogy minél több pénzt raksz bele és annál jobb cuccaid lesznek. Aztán hát egy kicsit irreális lesz az összecsapás, hogy valaki jön egy felcuccolt, feltápolt Darth Maul-lal. Darth Maul-lal aztán beugrik a fejedet. Eszi az amatőröket 5-ösével, 10-ösével, 20-ösével. Valahogy megoldják szerintem ezt. Vagy nem. Majd meglátjuk. Játszokat nem volt rossz mondjuk, de azért nagyon azért felkapott. Ja, nekem is tetszett ez a nekem az űrhajós rész tetszett nagyon. De így szerintem nekem így a bétát én is úgymond ki is játszottam, nekem ennyi elég is volt. Na. Te elég sokat játszottál vele egyébként. Ja. Nem volt rossz, figyelj, az elsőhöz képest szerintem sokkal jobb. De pénzt attól függetlenül nem adnék érte. Hát én is így vagyok vele. Főleg nem egy 20-as, de ha így nézzük, hogy ezt én is értem meg a pénzt, tehát... Ez van. Vagy veszben nekem itt mit kéne csinálni, benn vagyok ugye itt a palotánál, aztán ha elvannak gőzöm, nincs, hogy mit kéne csinálni. Ülj fel a körhintára! Aha, itt félig kell ugrálni, basz. Mondom én, körhinta. Super Mario! Én a körhinta. Na, bejön vagyunk a bázison.
a bázison már bazzok a palotába. Ki ez el? Ezekre közben rájöttem, hogy nem kell leverdesni. Ezek ilyen semleges robotok. Nem tudom, mit fog kidobni a sztori ebből az egészből. Ah, mindjárt kiderül. Jó fasz. These machines are heavily armed. We'll regret it. Let's play heavily armed. So let's take them out. Azt mondja, hogy üssük szét. Nagyon keményen fel van zélve, fegyverőzve baznak, lufikat lopja, mi a fasznak üssem szét. Nagyon picsába elmentem szét a vialufist. Do you really think it's a good idea to leave that tank behind? If they aren't hostile, fighting them is a waste of time. Yeah, ennyi. Azt mondja a kis csaj, hogy hogyha nem agressziót, nem ellenséges, akkor csak fölösleges idő, pazarlás velük foglalkozni. És ezzel egyet is értek. What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Elmegyünk a roller coasterre, bazd meg. 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so... Oh. So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. Come on, to me. Oh, all right. No force. Oh, there, poster, this is not good enough. All of this here. Maybe we'll just show what we're talking. Van baj, de pálaknál mi? Nem kis baj van. Meg is érkeztünk a szövetségesek hulláihoz. És hogy látom, veszek is ki belőlük jó kis csipeket. Amely itt egy. Valahol. Lóba. Az igen. Mini boss bazna. What the heck? Our records don't say anything about a machine like this. Level 15-ös mini boss. Én meg level 9-es vagyok, jó esélye ritulok. Harci különbség. Igen. Jó, meg a dugoljuk a testét. Igen. Meg kell nyomni valami életet, úgy érzem.
lehet ügyeskedni, ahogy látom. Lehet, csak miért alig ment le nekem, meg végül legyen fel az értmény szálló. Arra kell figyelni a sötét golyókat. Nem tudod kilőni, bazd meg. Kurva a helyzet. Ó, eléggé. Kutya a helyzet. Na mi a faszom ez? Ezt nézd, öcsém. Fogalom nincs ez, hogy bazd meg. Hacking complete. It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Tubi! Look like corpses. Nagyon beteg az a játék, basz. Látom. Ez ki baszott beteg játék, ez mi a fasz? Jó. Black box signals. They are dead. They've been turned into weapons. All right. This ends now. Ezek mind az osztokóra megint megkaptam a hekkelés, baszki. Ezt figyeld, öcsém, ez mi az Isten? Ez bejött az új történet, ez a hekkelés, ez fogalom nincs, hogy mi. Hacking. Folyamatosan hekkelik a karakterémet. A kamerad nézetben vagyok, az meg többé csak illetőről se látok semmit. Á, ezt át lehet ugrani. Na, de úgy látom, hogy ezért ezt le kell verni. Nem fog eltűnni. Ki kell végeznünk. Úgyhogy ezt fekvős előtt még kinyírom a bírom. Bírja, basz. Alert. Saturation attack triggered by enemy consciousness data. Failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions. Basz meg. Szívós, bazd meg, ez mind az én emberém itt.
csak hátra. Stupor megbasszalám kisú. Itt van a problémák. De hülye vagyok, tettem be autohealt. Autohealt chipet, ami pont arra jó, hogyha ezért meghalnék, akkor automatikusan betolja magának a gyógyítót. Hogyha van. Hogyha van. De van, valamennyi még. Hacking. Ez nagyon-nagyon kemény. Kis retkek, hogy haszogatnak oldalakó közben. Hülye. Hot! Affirmative. Szétégettük a testét. Szétrobbant darabokra az. Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Szövetségeségnek reszeltek. Ennyi volt. Szétvertük ezt a nagy fekete szkénz. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Na, terrorpalotába kivilágosodott. Hostiles! I am not hostile. Huh? You defeated broken machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? Meginvitált egy faluba, bazd meg. Meg kinyíltuk ezt a nagy nyomorékot. This way.
zene. Van majd. Ez kész. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space, after all. Huh. Nekem tetszik grafikája, azt, hogy mondja továbbra is. Attack the bunker directly. They originally came here from outer space. Ez nincs baj. Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Egyébként ez kezd érdekessé válni a sztori, mert pont azt mondja, hogy ezek a robotok nem tudnak beszélni, meg nincsenek érzéseik, és most itt gyakorlatilag egy robotfalóba érkezünk meg. Egy ilyen nagyobb pszichok lengetik a fehér zászlót. Mesélj, Milics. Ez lesz a csel. Ez lesz a csel. De itt szerintem le is szévelem. They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. 2B, we can't trust anything the machines say. I'm with you, girl, and shit. You see us as the enemy, but... Well, anyway. My name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. A végén még lespadolunk a robotokkal is. Click save. És innen fogom szerintem majd folytatni a harmadik részt. Már most nagyon késő is van, meg már nagyon fáradt is vagyok. Úgyhogy itt szerintem végeztünk is. Mit szólsz mindehez? Legyen így. Aki végignézt vagyunk, annak köszönjük. Subscribe-ot, ja, felejtsétek. Mi pedig léptünk.